az a nagyon szép benne, hogy ez a Gyigyi Móka, ez mindannyiunkban benne lehet, és benne is van. Egy elvarázsolt tűzoltó zenekarnak a próbáján járunk, amiben elhangzik három mese, aminek a főszereplője Gyigyi Móka. És az ő történetén keresztül kísérjük végig tulajdonképpen ennek a zenekarnak a próbáját, ami lehet álom, lehet valóság, de az egésznek a lényege az, hogy a Gyigyi Mókának a tisztaságát és játékosságát minden történetben és mindenkiben és minden személyben és akár a hétköznapi történetekben is meg lehet találni. Tiszta! Ez szerintem az egyik legszürreálisabb műfaj, és ugyanakkor meg csodálatosnak tartom, hogy van egy fej, és tényleg, hogyha úgy van, akkor két méter, vagy óriási keze is lehet, de hogyha olyan van, akkor nagyon pici is lehet. Tehát nagyon sokféle játékot megenged magának, amit viszont pontosan kell csinálni ahhoz, hogy működjön. Szóval ugyanolyan izgalmas, mint amennyire nagy falat. És hát mi nem vagyunk hivatásos zenészek, szóval ezekre is ugyanúgy külön próbálnunk kellett. Tehát próba a próbából, és a próbának a próbájának a próbája. Eddig is tiszteltem a bábosokat, és ezután még jobban tisztelem őket, mert nagyon-nagyon nehéz koncentrálni, rögzíteni. Nem paraván mögött vagyunk, tehát a testünk is látszik, és azzal is kell, azt is kell mozgatni, azt is kell, hogy legyen benne erő, tartás, és ugyanúgy mozogjon bele. De konkrétan az is, hogy mondjuk, hogy ezekkel, tehát nagyon finom mozdulatokkal kell irányítani a bábot, és vele együtt a néző figyelmét. Hogy a madarak is átívelik az egész előadást, valahogy ennek az álomszerűségnek és ennek a tisztaságnak próbáljuk megjeleníteni, vagy eljátszani és elmesélni a gyerekeknek azt, hogy ez lehetséges és hogy mindannyiunkban benne van. A légy!